Hát én valójában nem is tudtam, hogy létezik intermédia nevű szak. Nem is készültem ide. Eredetileg festő szerettem volna lenni kis gyerekkorom óta, majd hogy nem óvis korom óta. Én kitaláltam, hogy én rajzolni fogok, és én festő és grafikus leszek. Tehát amíg a többiek mondták, hogy a tűzoltó, rendőr, ami ilyenkor, abban akkor még szokásos volt, most már más mondanának. Én festő, mindig festő akartam lenni, éjjel-nappal festettem, rajzoltam, jó gyerek voltam, ennek örültek a szüleim, mert így nyugdíjas voltam. Az azt jelenti, hogy letettek valahova, adtak kezembe papírt, ceruzát, és akkor én 8 órán keresztül rajzoltam. Volt, hogy egy rajzot 3 napig csináltam. Na és hát így valahogy eljutottam gimnáziumi éveim alatt a fotóhoz. Valahogy arra gondoltam, hogy veszek egy fényképezőgépet, fényképezek egyet-kettőt, ez egy beérette VSM fényképezőgép volt, kis filmes, és elkezdtem fényképezni. És rájöttem, hogy ez tetszik nekem, tehát hogy jó. De akkor továbbra is, tehát tudatosan készültem a gimnáziumi éveim alatt arra, hogy én a képzőművészeti egyetem festő szakára fogok jelentkezni. Jártam rajzolni szakkörökbe, festőkhöz, grafikusokhoz, magamtól is sokat rajzoltam. De és akkor deközben találkoztam a fényképezéssel, hát ez nagyon megtetszett nekem, és akkor elkezdtem olvasni a fényképezésről. Ebben nem segített nekem senki, tehát autodidakta módon tanultam meg, tehát elkezdtem el fotózni, és saját magam hibáin tanulgattam, illetve hát azt néztem más fotókat, és gondolkoztam, hogy mitől jobbak, mint az enyémek. Egy könyvben elolvastam, hogy kell előhívni, és vettem félig szétesett nagyítót, és véletlenül illeszkedett egy Zenit, akkor már volt egy Zenit fényképezőgépen, egy Zenit lencse arra a helyre, ahonnan hiányzott az előhívó gépnek a lencséje, és láttam, hogy kivetíti a képet. Hát akkor gyorsan vettem papírt, elolvastam, hogy milyen löttyöket kell venni hozzá, mibe kell belemártani, és akkor előjön a kép. És akkor előhívtam a saját fényképeimet. Hát így folytam bele ebbe, és aztán, arra már pontosan emlékszem, hogyan is, de valahogyan a mozgókép, a filmeket nagyon szerettem nézni, nagyon el tudtak varázsolni. Gondoltam is, hogy abban biztos valami nagy hatalom is van ebbe a dolgban, nagy varázslat ez. És valahogy gondoltam, ha már így beletechnikáztam magam a fényképezésbe, akkor mi lenne, ha vennék egy kamerát, pont adódott lehetőség, lett egy kis pénzem, és vettem egy kamerát. És akkor saját magam és mások szórakoztatására elkezdtem felvenni mindent. Mindenhol vittem magammal, és mindent az égvilágon, tehát beszélgetést elővettem, kiraktam, így házi buliba elővettem, kiraktam, fogtam, fényképeztem. Sok barátom a zenész egyébként, és akkor koncertjeikre volt szerencsém elmenni, és tudni felvenni a koncerteket, vagy a próbáikra járni, azt mondjuk jobban szerettem. Meg hát mindenkiben volt egy kis képzőművész, művész véna, gondolom én, és hát csináltunk performance-eket, hát nevezze mondjuk így kis, hát főleg saját szórakoztatásunk céljából, és előadásokat lakás spontán módon, és akkor ott is felvettem ezeket. Illetve hát rendeztem saját fotókiállításokat, és akkor gondoltam, hogy átviszem a megnyitókra, elviszem ezeket a saját magunk által kreált, mondjuk jobb hiány nevezem performance-nek, performance-eket és előadásokat, és azokat is ott mondjuk felvettem. Hát így érkeztem meg én a filmezéshez, és ekkor megismerkedtem például Vándor Csabával is, és valahogy így együtt eljutottunk oda, hogy mi filmre forgassunk, tehát Super 8-as, akkor már valahogy teljesen megváltozott a dolog, tehát anyagiasult egy kicsit a filmezés, tehát meg tudtam fogni a filmet, az előhívott filmet, még érdekesebbé vált a dolog. És mi ugye akkor is drága volt, ahogy most is, tehát még jobban kellett figyelni, gondolkozni, vagy nagyon nem figyeltünk, és akkor az volt a nagy öröm, hogy itt a meg nem lévő pénzünket még jobban költjük. És ekkor egyébként ő hívta fel a figyelmemet, hogy én akkor már saját kis, úgy neveztem filmeket, kisfilmek, kísérleti filmeket csináltam, filmkísérleteket, amiket már eláttam felirattal, tehát hogy eleje volt, vége, tehát kis rövid etüdöknek lehet nevezni, bár nem szeretem ezt a szót, hogy nem lehet pontosan szerintem meghatározni, hogy az, hogy filmetüd, de minden esetben nevezzük filmetüdnek, kis rövid valamiket. És akkor ő szólt nekem, hogy én addigra egyébként letettem, hogy én valaha is egyetemre kerüljek,
Én is elég szegény családból származom, és folyamatosan magamat hát el kellett látnom, tartanom, és egyszerűen nem jutott időm arra, hogy már lehet, hogy ha erősebb az akaratom, akkor eljutok felvételikre, de hát nem gyakoroltam, mert még mindig ott tartottam, hogy én festő leszek, de már nem gyakoroltam annyira a rajzolást, nem volt benne már a kezemben a rajzolás annyira a festés. Sokat, hol többet, hol kevesebbet dolgoztam, akkor ugye persze fáradt voltam néha, és úgy gondoltam, hogy én aztán soha nem jutok el egyetemre, tehát le is tettem erről. De csináltuk ezeket a filmeket, és végülis a művészeti életem meg volt mondjuk így, egy magamban, egy kis körben, zárt kis burokban. És akkor Vándor Csaba javaslatára jelentkeztünk egy ilyen baráti társaság négyen egyébként az IT4-es-akra, ő felhívta a figyelmet, hogy létezik ilyen, ahova lehet jelentkezni, és nem csak filmezni lehet, hanem rajzolni, meg más dolgokat is, olyan érdekes, és az nekem passzolhat, gondolta ő, vagy mondta, de hogy én is így mindenféléket csináltam. Hol rajzolok, hol filmet csinálok, hol fotózok, hol belerajzolok egy fényképbe. És hát így kerültem a felvételire. És hát felvettek elsőre. Együtt mentek fel. Együtt mentünk négyen, igen, ebben kis csoportból. Ki voltak? Benkő Marcell és Anni. Anni. Nagyon fogom szégyelni magam, hogy nem tudom a nevét. Ők ketten zenészek, Vándor Csaba, hát ő sámán, vagy varázsban, nem tudom. Nevezhető volt annak akkor, mondjuk. Miért? Ezt a szellemvilágot, köztes világot, ezt mondom én csak, hozott be közénk, mutatott be nekünk, és erőltette is egyébként, néha kicsit zavaró volt, hogy ennyire erőlteti, de utólag visszagondolva jó volt. Tehát kirángatott egy kicsit ebből a technomániából, és akkor mondjuk erdőbe mentünk, tüzet raktunk, és ugyan vittük a kamerát, de erdőben kameráztunk a tűz mellett például. Meg hogy lyuk kamerát csinált, tehát kicsit így visszahozott ebből a technikai dologból. De szerintem jól kiegészítettük egymást, mert nagyon más jellemek vagyunk, és szerintem a közös munkánk összeadódott egy többször érdekes valamivé. Ilyen volt az például, amikor mi megkivágtuk annak, hogy a vizuál jockey-k, DJ-k legyünk akkor, amikor még itt nem nagyon voltak. És úgynevezett analóg vizuál jockey-k lettünk, tehát mi szereztünk nagyon sok film vetítőgépet, filmeset, Super 8-asat, 16-osat, és mi így kevertünk, tehát egymásra vetítettünk, tehát nem keverővel, digitálisan kevertünk. Aztán mondjuk persze szereztünk egy analóg kamerát, analóg keverőt is, de digitálisban, tehát számítógépet nem használtunk. És részt vettünk az ambient, itt, amikor Magyarországon 90-es évek legelején meghonosodott, mondjuk ennek voltak a vezérlő alakjai, a Benkő Marcell és a Cserepes Panni. Egyébként, és akkor ebbe folytunk nagyon bele, elég sokat dolgoztunk ezeken az ügyeken. Merre felé dolgoztunk? Hát a Sziget Fesztiválon például létrehozták az ambient sátrat, ami mai napig is végül is sikeresen működik. Azóta én és a Csaba is már kiszálltunk a dologból, de továbbra is nagyon sikeresen működik üzemel. Tehát, hogy akkor is a visszajelzések azt voltak, hogy hát ez egy nagyon jó dolog, amit ott csináltunk. Előbb már történtek ilyen kísérletek, tehát mondjuk így főpróbák máshol, tehát Trafóban volt egy ilyen rendezvény, ilyen főpróbája annak, hogy milyen legyen egy sátor, és akkor ők a nagy szervezettségüknek köszönhetően meg is szervezték azt, hogy az a sátor létrejön, tényleg elég nagy sikere is lett. 2-3 évig én csináltam, aztán én eltávolodtam tőlük, vagy hát onnan, eljöttem és akkor behagytam. Bár még VJ-ként nem volt ennek itt semmi oka, tehát nem vesztünk össze, nem voltak anyagi problémák, egyszerűen más utat kezdtünk el járni. Ők elmentek arra, én arra mai napig jó, nagyon jobban vagyunk egyébként, tehát nem volt semmiféle veszekedős elvárás. Én más utakat kezdtünk járni, más fele néztünk, és aztán még azért VJ munkákat néha vállaltam. Én is, Csaba is, külön is, együtt is, tehát Frankhegy, helyeken, ablakadábra rendezvények. A mi esetünkben egyébként, hát technika, mindig sok technikát kell vinni, csak még macerásabb volt. Végül is ez is egy kicsit elvette a kedvünket, hogy tehát az amortizáció a Super 8-as vetítőknél elég nagy. És tehát nem
sokszor nem fedezte egyáltalán a mint ahogy ugye a digitális felszerelés nem kopik, romlik olyan mértékben, hogyha nem történik éppen valami baleset. Mint ahogy mondjuk egy Super 8-as vetítőnél, akár csak a filmek is annyira kopnak, szakadnak, hogy egyszerűen újra új filmeket kell forgatni és színezni, tehát ott helyben, tehát maga a látvány jelen volt az, hogy mi cserégetjük a filmeket, esetleg adott esetben valami érdekes ruhában, érdekes fények között, meg hogy ugye a vetítőket tologattuk, és akkor az áttűnést azt úgy csináltuk meg, hogy egymásra toltunk két vetítőnek a képét, egymásra toltuk, fölakasztottuk, azokat lógtak, mozogtak, hát ilyesmi. Meg élőben színeztem a filmet, miközben ment a filmvetítőben, tehát ott tisztol a zene ütemére, tehát ilyesmi. Tehát az egész együtt egy ilyen, szintén mondhatni, performance. Hát ezek voltak, és akkor intermédiára kerültem, ezek közben történt, zajlott különben, és hát itt nehézséget jelent. Csak annyi még, hogy mind a négyeteket felvették? Nem csak engem. Anni Marcellék, ők többször nem is próbálkoztak, vagy talán még próbálkoztak, nem tudom, nem emlékszem, Vándor Csaba próbálkozott, és azt hiszem utána, vagy kettővel utána felvették őt. Intermédiára, én meg ott ragadtam egyedül. Nekem az egy, miután én egy elég érdekes, a művészettől messzi található, vagy akár lehet, hogy közeli munkahelyeken jártam, dolgoztam, de hát én árufeltöltő voltam, eladó éjszakai boltban, trafikban, ilyen helyeken. Nekem az maga a csoda volt egyébként, hogy egy főiskolán vagyok, ahol művészetről beszélnek nekem. Tehát nekem az maga volt az eleinte, meg ugye egyáltalán a paradicsom. Tehát, hogy én művészet közelében lehetek, vagy vagyok, tehát élő interakcióban velük, a előadók például, vagy egyáltalán olyanok, akik ezért jönnek tanulni. Tehát én nem is értettem azokat, akiket felvették. Tudván még azt is, hogy nagyon sokan nagyon sokszor próbálnak felvételt nyerni. És hát az nekem furcsa volt, hogy nem örülnek sokan végeredményben annak, hogy felvették, nem járnak be órákra, minden hülye óra unalmasabb, vagy nem, hát ilyen máshol is. De nekem ez nagyon jó volt, tehát hogy olyan óra, ahol művészetről beszélünk, hogy filmeket lehet csinálni, nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Mindezek mellett nekem dolgoznom kellett, tehát én éjszaka egyébként dolgoztam, én akkor éppen videótékás voltam, este 8-tól reggel 8-ig, és reggel 9-re mentem iskolába, vagy egyetemre. Ennek eredményeképpen néha sikerült órákon elaludnom, de ez nem azt jelentette, hogy esetleg unalmasnak tartottam egy-egy előadást, hanem egyszerűen fáradt voltam. Aztán ez javult ez a helyzet, de még jó sokáig ez így történt, így zajlott. És itt Intermédián maradtam végül is film közelben, aztán számítógépekhez jutottam, ami nekem szintén újdonság volt, tehát én nem is nagyon interneteztem egyáltalán addig, tehát én akkor ennek a dolgok, ekkor jutottak el hozzám, és akkor kicsit ebből is beemeltem a dolgaim közé elemeket, és akkor belevágtam számítógépezéret interaktív videóinstallációk létrehozásába például, de emellett továbbra is rajzoltam, most is rajzolok, bár nem annyit, hogy festek, a filmkészítés az most nagyon érdekel. Közben elvégeztem egy kameraman segédoperatőr iskolát az MTV-nél, mondjuk még előtte egy ilyen reklámszak iskolát is, ilyenek adottak. És akkor lediplomáztam, és ekkor mi a volt is támogatásom lehetőségem iskola által is, egyébként köszönöm is nekik, maradtam ezeknél az interaktív installációknál. Itt nem azt jelenti, hogy én írtam meg a programot, vagy én raktam össze, hanem mint egy rendező vagy kitaláltam az elképzelést, és megtanácskoztam a szakembert, találtam, kerestem olyanokat, akik szerintem meg tudták ezt oldani, és én arra gondoltam, hogy nem is veszem talán, nem is a fáradtságot nem veszem annyira ahhoz, hogy megtanuljam azt a programot, csak arra gondoltam, hogy ha én most csak ehhez az installációhoz akarom használni, akkor nem feltétlenül szükséges, hogy most 2 évet töltsek el azzal, hogy jól megismerjem a programot, hanem pénzért vagy szívességből megkértem valakit, mert én tudtam, hogy mit szeretnék, és azzal is tisztában vagyok, hogy gyakorlatilag nincs lehetetlen. Tehát csak meg kell találni megfelelő embert, helyet, vagy sok pénzt, vagy valamit, de nincs. Tehát ilyen, hogy lehetetlen, nincs. Tehát mindent meg lehet csinálni, szerintem. És egy ilyen installációval is diplomáztam egyébként. Ez mi volt? Ezt egy kis belmesélni.
A diploma installációm az egy olyan installáció volt, ahol is berendeztem egy múzeumot modellező helyzetet, egy klasszikus múzeumot idéző helyzetet, ami ugye azt jelenti, tehát klasszikus esetben, hogy láthatóak a alkotások, műtárgynak nevezett alkotások a falon, posztamensen vagy a földön, amikhez többnyire nem szabad, mert ez mostanában változik, hozzáérni, körbe lehet járni, meg lehet tekinteni. Ha drágább vagy értékesebbnek tartott festményről van szó, akkor még kordon is van esetleg, riasztó is van, külön meg van világítva, tehát mint egy ilyen szentélybe lenne, ahol áhítatta lehet hozzá közeledni ezekhez a művekhez, de nem szabad azért nagyon közel menni, mert a pára is már kárt okozna bennük. Na és egy ilyen helyzetet imitáltam, falon képek, megvilágítva lámpákkal, és zárva van már a kiállítás, tehát be van riasztózva. És az alapkoncepcióm, az elképzelésem az volt, hogy mi lenne, hogyha olyan helyzetet hoznék létre, tehát hogy meg kelljen küzdeni a műtárgy megtekintéséért, tehát nehogy csak úgy legyen, hogy valaki oda megy és oda néz és ott látja, hanem küzdjön meg érte, és miután kiérdemelte azt, hogy megtekintheti a műtárgyat, akkor megkapja annak a lehetőségét, hogy megtekintse, ami analógia azzal, ahogy egy betörő megpróbál ellopni egy műtárgyat. Tehát ő megküzd azért, ki kell, hogy cselezze a múzeumőröket, a riasztóberendezést, és el kell, hogy vigye a képet. És arra gondoltam, hogy ezt átültetem nézőbe, tehát tegye meg ugyanezt a néző. Tehát, hogy ő is, itt most vizuális alkotásra gondoltam ebben az esetben, hogy ő is úgy tekintheti meg ezt a művet, hogyha kikerül bizonyos infracsapdákat, infrakapukat, és egy után leül egy monitor elé, amiben a székben szintén van egy érzékelő, tehát még ráadásul kicsit nyugodtan kell ülnie, és akkor a monitoron, ami az előtte található vagy látható, akkor lát egy művet, amely ebben az esetben egy film volt, ugye videogalériák is vannak már, tehát azt is tekinthetjük egy műnek, amely ebben az esetben egyébként egy rövid film volt arról, hogy ő hogyan jut be ide. Tehát mivel ahogy elindult ezen a szakaszon, el is indult a rögzítése és feldolgozása a felvételeknek, ami be is volt kamerázva, ugye, ahogy szokott is lenni a múzeumokban, és a kamera kamerák váltogatott képei rögzítésre kerültek, és feldolgozása is rögtön egy filmé álltak össze, és azt nézhette meg. Egy segítségnek kapott hozzá egy ilyen betörő térképet. Egyébként tehát nagyjából tudtam, miről van szó. Abban az esetben, hogyha valaki elrontotta, megszólalt a riasztó, és újra kellett kezdeni előről. Hát ez volt. És akkor ezért így ilyen felépített labirintus? Hát nem volt olyan bonyolult labirintus, egyszerű egy-két ilyen mozgásérzékelő infrakapu volt, tehát át kellett lépni, ki kellett hajolni, fényárnyékérzékelő, akkor el kellett hajolni. Tehát egy ilyen kis táncszerűséget kellett lejtenie a nézőnek, vagy annak, aki meg szerette volna tekinteni ezt a művet, amiről még nem tudta, hogy mit fog látni majd. Tehát ebbe is volt kis tréfás hangulatom, hogy hát lehet, hogy meg se éri az egész, mondjuk, ami szintén adódhat a betörőné, bár betörők tudatosan mennek, hogy ők már érték szempontjából közelítik meg a dolgot. Kicsit visszakanyarodva, hogy az intermédia alatt neked volt-e valamilyen fordulópont, vagy egyszerűen egy nagyobb ráismerés, vagy rádöbbenés, hogy egyáltalán te művészeti utad, vagy ilyen alkotói pályádon, vagy úgy egyáltalán? Hát nekem az, ahogy egyébként sokaknak, már inkább a fiataloknak, én akkor már 28 éves voltam, amikor felvettek. Tehát én már tényleg letettem arról, hogy én egyetemre fogok járni. Ott a kis trafikban ülve, vagy a videótékában saját kis filmjecskémet rakosgattam össze. Videótékában például pont a videótékának az ipari kameráiból vágtam össze egy filmet, ahogy így éjszaka hülyeskedek már unalmamban. Nekem az volt, hogy mikor szembesültem azzal, ugyanis én nem nagyon jártam utána, akkor még az internet se terjedt el annyira, nekem sem volt számítógépem. Nem volt rálátásom erre a művészeti életre, világra, tehát én nem tudtam, hogy ilyen sokan gondolkoznak ilyen dolgokban, akár elméletben, akár gyakorlatban, hogy tehát nekem meg kitárult egy ilyen világ, nekem ez. Persze természetesen mindezzel, hogy szokásos, hogy hát ezt már mindenki megcsinálta, hiába találtam ki, ugye sokan szembesülnek ezzel, hogy hát akkor meg se csinálom, vagy nem tudom.
mert jobban megcsinálta, jobban leírta, jobban körülírta, meghatározta. Nekem ez volt egyébként. Ez, illetve hát segítségül kaptam. Én ilyen segítségnek érzem az egészet. Tehát végül is lökött egyet rajtam, szerintem jó irányba. Mert bele voltam, mert pont a baráti köröm is, például a Vándor Csaba ismeretsége és közös munkája azért tágabb világot nyitott meg előttem. De itt még inkább láttam sok dolgot. És mert ugye addig előzőleg csak hát a klasszikus művészeti nevelésben részesültem, tehát eljutottunk mondjuk az impresszionizmusig, amit többit tudtam, azt tudja, hogy magamtól, de nem nagyon igazából. Tehát nem tudtam sok mindent, most se tudok sok mindent, de azért jóval több mindent, nem tudom én, a 90-es évek művészetéről, vagy a szituacionizmusról, vagy a nem tudom, bármi, nekem nem kínai volt teljesen. Korábban, hogy nem is hallottam, hogy kínai volt, nem is tudtam, hogy van. Nekem ez. Minden lediplomáztál, hogyan alakult az életed, vagy hogy volt? Miután lediplomáztam, és talán szerencsémnek mondható, talán nem, hát rögtön találtam állást, amely egy állandó állást, amely egy gimnázium, budapesti gimnáziumban oktatok filmkészítést, digitális filmkészítést, filmvágást, filmkészítési alapismereteket, inkább ezt mondom, illetve mozgókép, kultúra és média ismeret oktató is lettem, ehhez mondjuk el kellett mennem ilyen továbbképzésekre is, ezt megtettem, és azóta is egyébként itt vagyok, ugye eltelt már, vagy nem is tudom, 7 év, számolom, 6-7 év telt el azóta. Eleinte még művészeti életben részt vettem, tehát hoztam létre olyan alkotásokat, műtárgyakat, amelyeket bemutattam. Most egy ideje már ez nem történik, különböző okoknál fogva. Nem mondom azt, hogy nem lépnék színre néha, de most így alakul, hogy most nincs. Hát így most már talán lehetőségem sincs annyi, mivel elfeledetté váltam, azt hiszem, egy kicsit. Tehát már nem keresnek meg, mint ahogy még eleinte például megkaptam megkeresést, hogy nem akarok egy kiállítani vagy ott. Most már ilyen nincs. Nem, néha részben szomorkodom, emiatt részben nem. Amiatt nem, mivel hogy most filmezéssel szeretnék egy kicsit foglalkozni. Neki is álltam egy nagyobb, hozzám képest nagyobb tervnek, egy kísérleti játékfilmnek, ha jobb hiány ennek nevezem, filmet forgatásába vágtam a kicsi fejszémet, a nagyfába, és ennek a, hát 2 éve készítem, és ez foglalkoztat most, illetve lefordítottam egy filmelméleti könyvet, amely megjelent. Elég sikeresnek mondható el a könyv is, és maga az, hogy lefordítottam lengyel nyelvről. Károly Izsikovszki 10. múzsa, a filmesztetika kérdései című könyve, amely hát nevezhető nagy revelációnak is, ugyanis nagyon sokan úgy tudják, hogy Balázs Béla 1924-ben megjelent Der Sieg Bare Mensch, a Látható Ember című könyve az első filmelméleti könyv, amely összefoglalva dolgoz ki egy filmelméletet, és Károly Izsikovszki könyve ugyanekkor jelent meg, csak Lengyelországban, lengyel nyelven. Én lengyel vagyok, ugye ott születtem kint, 80 óta élünk Lengyelországban, 1980 óta. Vagy Magyarországon, bocsánat, ez előtte Lengyelországban éltünk, tehát Magyarországon 1980 óta élünk. Tehát tudok lengyelül. És ezt egyébként gyakorlásnak szántam, ezt a fordítást, hogy ne zökkenjek ki a lengyel nyelvbe, ugyanis itt nem nagyon tartom a lengyel kisebbségekkel a kapcsolatot. Barátaim vannak ugyan Lengyelországban, de nem vagyunk azok a levelezős, telefonálgatós típusok. Ha kimegyek, találkozunk, beszélgetünk, ha ők jönnek, akkor itt. És ezért gondoltam, hogy én ezt lefordítom. És ez kapcsolatban léptem, megismerkedtem Szijjártó Imrével, és hát az ő segítségével egyébként, nagy segítségével megjelent ez is, a Képzőművészeti Egyetem segítségével is, és a doktoriskola segítségével megjelent ez a könyv például. Illetve hát a mi kedvenc munkáim, édesapám 130 nyelvből fordít, ő költőműfordító, ő itt él Magyarországon, és néha jelennek meg mostanában verses kötetei, illetve nem amiket ő írt verseket, hanem fordításai, mi fordításai, és akkor felkérnek engem, illetve hát ő kér fel engem, és közli kiadó felé, hogy a fia illusztrálna a verseket,
ezeket én kedvelem, ezeket a munkákat. Most is jelent meg, és fog megjelenni egy ilyen verses kötet. Most például katalánból fordította bolgárra a verses kötet, és az jelent meg. Gondolkozom én munkákon, egyébként fejemben sok munkaterve van. Most jobban lefoglal tulajdonképpen a pénzkereset egyébként, és a film, és ennek a filmnek az elkészülése, elkészülte. Ez körülbelül mikor már? Hát, ha így haladok, akkor még 2 év. Ha nem, akkor egy éven belül talán meg tudom csinálni. Ehhez például kölcsönt vettem fel, hogy hát tudjam forgatni. Remélem, ezt néhányan nem tudják meg. Tehát kölcsönt vettem fel, hogy meg tudjam oldani. Mert tudjam kezdeni. Van kölcsönt. Amit törlesztek, svájci alapot, úgyhogy ez is gondot okoz most nekem. Most leállt egyébként a forgatás, de érdemi része most jelen pillanatban annyi, hogy dramaturgokkal vettem fel kapcsolatot, és csiszolgatjuk a történetet, hogy legalább valami történjen. 16 mm-esre forgattam, sokan megkérdezik miért, de ezt most nem fejtem ki, mert szerintem hosszú lenne. Még röviden nem tudom megfogalmazni, mert ezt gyakorolnom kell. De részben 16-osra, részben digitálisan forgatom egyébként. Hát... kérdezz. Hogy te elkezdted a doktori iskolát is, az befejezted, vagy ötölszom? Igen, a doktori iskolát tulajdonképpen befejeztem. A doktori disszertációmat is már befejeztem, még nem védtem meg. Témájául az emberi szem tehetetlenségét választottam, pontosabban azzal kapcsolatos dolgokat. Tehát hogyan lehet becsapni az emberi szemet, pontosabban az agyat, a vizuális észlelést, pontosabban a mozgókép-vizuális észlelésekor. És ez a témája, tehát a címe a tehetetlen szem tehetsége. Ez a téma régóta motoszkált a fejemben, ez a terület, ugyanis amikor én a Super 8-asra forgattam, filmre forgattam, és egyáltalán mozgóképpel elkezdtem foglalkozni, akkor számtalanszor találkoztam azzal a problémával, hogy másolni kell VHS-t, VHS-C-re, akkor 16 mm-es filmet, Beta SP-re, akkor ilyenre, olyanra, akkor jött egy NTSC kazetta, és akkor azonnal találkoztam ilyen problémákkal, hogy másodpercenként hány kockával veszi föl a kamera, akkor a Super 8-as hány kockával másodpercenként, akkor azokat össze kell hangolni. Meg ugye, amikor készítettem felvételeket, hát nyilván észrevettem, hogy villog a képernyő, hát de miért, akkor az hiba, akkor hátrafele forog a kerék, hát miért, én ilyen kíváncsi típus vagyok. Sokan ezt észre se veszik, mondjuk legalábbis a kereket, de a villogó monitort igen. Mondjuk a plazma tévéknél ugye ez ugye már nem nagyon fordul elő, de a régi tévéknél igen, mert ment egy csík föl, hogy és ez a legtöbb esetben a hibának számított, vagy amikor átírásánál, a Super 8-as átírásánál VHS-re villogott a kép, vagy egy szobában szabad szemen nem volt látható villogás a filmen, meg igen. Akkor mi volt a hiba? A film volt a hiba, vagy a világ? Ez mi történt? Kiderült, a neon volt a hiba, csak... És az volt a feladat ilyenkor, vagy az a feladat a filmesnek ilyenkor, hogy ki eltüntesse ezeket a hibákat. Tehát a monitoron ne menjen a csík, hogy ne villogjon. És én is nagy hével belevetettem magam abba, hogy... És emiatt ugye meg kellett tudnom, hogy ez mitől van, az mitől van, és hogyan lehet ezeket áthidalni, megoldani. És utána eszembe jutott, hogy de hát mi lenne, hogyha ez lenne az új esztétikai forma világa a filmnek. Tehát, hogy pont, hogy benne hagyom, sőt, ráerősítek, hogy keresem ezeket a helyzeteket, szituációkat, amikor az megtörténik. És hát tulajdonképpen én már nyakig benne voltam ebbe a témába. Akkor rögtön jött az, hogy mitől is látunk mozgóképet. Persze a tanításod is jól jött nekem, itt is át tudom adni a fiatalságnak ezt a tudásomat. Tehát, hogy mitől látunk mozgóképet, mitől mozog, miért így, miért úgy. Akkor jöttek a csapok, a pálcikák, a retina, és akkor már végképp. Igen, akkor az agyi folyamatok, akkor rögtön a Vinyánszkit megkerestem. Ő agykutató itt Magyarországon, elég érdekes kutatásai vannak, látáskutató. És... hát így, és akkor így már teljesen elnyelt ez a téma. És gondoltam, hogy miután jelent, hogy ugye meg kell jelölni a doktor témakört, én ezt jelöltem meg. Ha már úgyis benne vagyok nyakig, hogy ezt ki tudom teljesíteni a doktoriskola ideje alatt, és utána is, tehát valószínűleg fogok ezzel életem végig foglalkozni, mert érdekel. És ebből írtam, most már szerencsére sikerült befejeznem a doktori disszertációt, tehát ennek következik ugye a megvédése, illetve az én esetemben egy
egy bemutatót tervezek, amelyen én bizonyítok néhány dolgot, amit állítok a disszertációban. Amit például azt állítom, hogy nincs mozgókép. De ez is hosszabb kifejtést. Én még nem tudom ezt röviden kifejteni. Ez mikorra várható az? Hát idén kellene ezt befejeznem. Kellene is, meg szeretném is. Mi hamarabb. Tehát a nyáron mondjuk le később. Mesed a filmről, meg nem tudom, mit a hosszabb távú tervén, hogy tudod elképzelni a 10 év múlva. Milyen szar, miben bele képzelnék magad, hogy milyen ideális. Ideális az lenne, lehetne számomra, hogyha én filmezéssel tudnék foglalkozni, és oly módon is, hogy ne kelljen másból megélnem, tehát ebből tudnám a megélhetésemet biztosítani, anélkül, hogy nagyon meg kell magam erőszakolnom. A tanítást is megszerettem, vagyis hát itt kamaszokról beszélünk, tehát a kamaszokkal való foglalkozást is megszerettem, ugye ez a legképlékenyebb, talán még a legnehezebb időszak is egyébként. Tehát megszerettem, mert tudok bizonyos trükköket, dolgokat, ezt is nagyon megszerettem, de nem a fő célom, hogy én pedagógusként menjek nyugdíjba, de szívesen tenném azt, hogy hetente egy-két foglalkozást, órát azt tartanék, és szívesen alkotnék újabb interaktív installációkat is, ez is foglalkoztat nagyon engem egyébként, és ha emellett még tudnám ezt a témát kutatni, akkor már nagyon elégedett ember lennék, és szabad időmben, ami nyilván nem lenne, festeni. És néha a verseket illusztrálnám édesapámnak vagy másoknak. Úgy körülbelül ezt. És néha elkészülne egy saját filmem. És akkor én nagyon boldog ember lennék. Úgy körülbelül ez. Nagyon szépen köszönöm. Hát egyet még esetleg elmondok, hiszen vagy benne hagyok, vagy nem. Egy diákfilmfesztiválnak vagyok a kitalálója, főszervezője. Itt a gimnáziumban, amikor ide kerültem 2005-ben, akkor ugye tartottam ezeket a filmes órákat, ami abból állt, az elméleti anyag leadásán kívül, vagy ismertetésén kívül, az abból áll, hogy ők filmeket készítenek, tehát saját kis, sem nagyobb alkotásokat. Ezek általában rövid filmeket jelentenek, és hát ezeket, mondjuk hát jegyet kellett adnom, amit nagyon nem szeretek, de hát osztályozni kellett, és mutogatni szoktam másoknak is, vagy hát egymásnak mutogatom, tehát hogy okuljanak, tanuljanak, hát én is nézegetem, és az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha ezt más is láthatná. És itt ez negyedik kerületről beszélek, itt van az iskola, az Ady Endre Művelődési, itt van egy nagy művelődési központ, az a neve, hogy Ady Endre Művelődési Központ, őket megkerestem, és megkérdeztem, hogy nem tarthatnak-e ott nyílt vetítést. Gondolkodás nélkül egyébként mondták azt, hogy igen, tehát partnerek voltak ebben. Akkor kijelöltem pár filmet, akkor még eszembe jutott, mi lenne, hogyha emelném az egész rendezvény fényét, hogyha egy pár filmes szakember, szakértőt meghívnék, akik véleményeznék a filmeket. Akkor gondoltam még egyet, mi lenne, hogyha jelképes díjakat is beszereznék, vennék saját pénzen egyébként. Vettem egy-két kazett, DVD-t, műsorosat, nem műsorosat, mindegy, és akkor... És hát meghirdettem itt a filmfesztivál. De csak a gimnáziumnak néhány filmje volt, 30 vendégünk volt egyébként, de olyan jó lett a hangulat, hogy gondoltam, hogy hát legyen jövőre kerületi. Jó, akkor kerületi, ugyanott, utána a kerületi, megint budapesti, vagy azt hiszem, utána már országosan nőtte ki magát, és most hát úgy tűnik, hogy benne vagyunk a legnagyobb három magyar diákfilmfesztiválban, és ez most a Toldi moziba lesz. Március 23-án, egyébként nagyjából egy hónap múlva, ennyi időse, és a zsűri tagokban még azt is gyorsan hozzáteszem, reklám miatt, hogy hát szerintem igen, impozáns zsűri sikerül mindig összeállítanom. Ilyen zsűri tagjaink voltak, mint Báron György, Durz György, Török Ferenc lesz most, Pálfi György, Gigor Attila, ő a nyomozó filmrendezője például, Erdély Mátyás, a Deltának az operatőre lesz most, a mostani zsűri tagjai, ugye Kardos Sándor például, Enyedi Ildikó, és minden esetben az előző fesztivál győztese az idei, az elsőn kívül. Tehát ő is a zsűri tagjai között van, és akkor ugye fel a nagyobb között ő is látja, hogy hol. És mindig igyekszem egyébként úgy összeállítani, ha lehet a zsűrit,
hogy a filmkészítés különböző területeiről érkezzenek. Tehát legyen egy operatőr, a ideális zsűri számomra az olyan, hogy van benne egy operatőr, egy rendező, egy dramaturg, egy producer, és mondjuk egy fiatal. Mert akkor másfajta szemléletmódot képviselnek. És egyébként nagyon szívesen jönnek is, tehát azt hittem, hogy itten a nagyon híres, ismert, elismert rendezők itt nem jönnek szívesen, de szívesen eljönnek, és éjfélig ott van maradnak beszélgetni. Ezt még el akartam mondani. Big Film Festival, a neve onnan ered, hogy Brody Imre Gimnáziumnak hívják ezt az intézményt, ahol én tanítok, tehát Brody Imre Gimnázium rövidítéséből, és ez most már a hatodik Big Diák Film Festival. Feltétel annyi egyébként, hogy egy magyar, egyszerűen nem is kell, hogy magyar, de egy középszintű oktatási intézmény diákja kell, hogy legyen, és nem érheti el a 21 éves életkort, aki benevez. A nevezés ingyenes, téma és műfaj megkötés nincsen, annyi csak, hogy 10 percnél nem lehet hosszabb. Így nehéz nagyon a zsűri dolga, meg a közönségnek, mert van közönségdíj is, de mivel hogy nem szabunk semmiféle határt, tehát hogy mit küldhetnek, ezért szerintem, vagyis ez azért jó szerintem, mert olyat küldenek, amit ők maguk jónak tartanak, meg valami foglalkoztatja, tehát hogy filmet csináltak. Tehát itt szerintem jobban látom a keresztmetszetét annak, hogy mi érdekli a mai fiatalokat, vagy jobban látszik, mint egy olyan filmfesztivál esetében, ahol adnak egy mondjuk mondatot, hogy ilyen témába küldjetek filmeket. És vagy bele tudom passzintani, vagy tudja, aki jelentkezik, vagy nem. És tényleg benne vagyunk most már, hál' Istennek. Már sok munkatársam, megjegyzem, önszántából ingyen dolgozik ezen, tehát én már tényleg majd ugyan csak hátra dőlhetek, és a fontosabb tárgyalásokat kell lefolytatnom, de már van sajtósunk, már van. Még a közmédiában nem kerültünk még bele, tehát még nem forog annyira nevünk, tehát a Magyar Televízió RTL meg a műsorokban még nem, de már nagyon sokan tudnak róla. Most volt Romániából érkezett nevezés, Szerbiából érkeznek, helyeket foglalnak egyébként a fesztiválra, tehát hogy beférjenek emberek. Mennyi film van? 61 film érkezett egyébként, és abból 37-et válogattunk be. Ez 3 órás vetítési anyagot jelent, egy napos ugyanis a fesztivál. A zsűri előbb kezdi el nézni, mint a közönség, de oda jön a zsűri is, és a fesztivál, tehát a vége után rögtön kiállnak a színpadra, elmondják az eredményt, mi kiosztjuk a díjakat, és ott maradnak beszélgetni, és ez mindig nagyon sikeres, tehát majdnem mindenki, aki nézőnek jött, vagy aki megnézni a saját filmjét, oda jött, és ott már a tényleg éjfélig beszélgettünk, elmondják a véleményünket, sértődötten azok, akik nem nyertek, hogy de hát ővék jobb volt, anyukák összevesznek a zsűrivel, mert ugye fiatalokról van szó. Jövőre azt tervezzük egyébként, hogy kitágítjuk, mert nagyon sokan érdeklődtek, akik azért nem kerülhettek be egyébként, mert vagy már nem, hiába nem múltak el még 20 évesek, de nem járnak iskolába, tehát nem oktatási intézmény diákjai, mert mondjuk már dolgozik, vagy még nem vették föl, vagy nem tudom. Tehát sokan emiatt kizáródtak, úgyhogy jövőre azt tervezzük, hogy kitágítjuk ifjúsági diák és ifjúsági filmfesztivállá. És akkor már többen beleférnek, ugyanis például Magyarországon nincsen diákfilmszemle. Van egy-két diákfilmfesztivál, ilyen-olyan feltételekkel lehet nevezni, de olyan, hogy magyar diákfilmszemle nincs. Van ugyan a magyar filmszemlének ifjúsági részlege, de azt gondolom, hogy egy önálló ifjúsági filmszemle jó lenne. Pláne, hogyha megsínli a magyar filmszemle a gazdasági vagy egyéb dolgokat, akkor az a részleg is megsínli. Igen, folyamatban sínli. Igen, nagyon, igen. Úgyhogy egy önálló ifjúsági szerintem igenis célszerű volna. Sokat merítek egyébként, hogy önző is legyek a filmjeikből. Tehát érkeznek hihetetlen profi vagy érdekes meg vagy filmek. Nagyon nevetségesek és viccesek. Most értsük ezt, akár pejoratív van, akár nem. Tehát szerintem ez elég jó tanulmány számomra egyébként végignézni a filmeket. Tehát többet tanulok, mint hogyha nem tudom, valami videószertárba mennék neves művészek filmjeit megnézni. Na hát elfelejtettem említeni egy általam fontosnak tartott tényt, hogy Power Gyulának segédje vagyok. 2004-ben kerültem hozzá, szobrász és mindenes segédnek. És hát azóta töretlen a munkakapcsolatunk és barátságunk, igaz ugye mostanában, tehát 2012 környékén nem sok munkája van neki, tehát nincs sok közös munka, de hát részt vettem nagyon sok nagy tervének megvalósításában, ilyen volt például a Cipők a Dunaparton memento elkészítése, illetve a műcsarnoki Power Retrospektív kiállítás, illetve egyéb munkák és kiállítások
elkészítésében, kivitelezésében. És hát ugye az is köztudott, hogy ő sem kizárólag szobrász, hanem hát akár tulajdonképpen nevezhető intermédia művésznek. Tehát ugyanúgy készített egyéb alkotásokat is, nem csak szobrokat. Illetve még azt is elfelejtettem említeni, most, hogy említem a szobrászatot, hogy hát annak ellenére, hogy nem vagyok szobrász, vagy nem tartom annak magam, két köztéri szobrom is van. Egyik Szlovéniában áll, ezt Kerezsi Nemelével készítettünk. Ez Ptuj nevű városban található, betonban készült, illetve Sepsiszentgyörgyön voltam egy művész, szobrászművész telepen, ahol lehetőségem adott elkészíteni egy 2,5 méter magas fából egy szobrot. Benedek Elek 150 éves évfordulójára, amely köztéri szoborként a mai napig, ez 2009-ben volt az elkészítési év, az 2009 volt, és az mai napig áll ott a szobor. Erre büszke vagyok. Ebbe a szobrászati tevékenységedbe Power Gyulával való kapcsolatod inspirált, vagy úgy... Nem, én már eleve úgy kerültem oda hozzá, hogy nem ijedtem meg attól, hogy ő szobrász. Alapvetően azért úgy tartjuk, hogy ő szobrász. Tehát, hogyha valaki hallja a nevét, szerintem, és nem ismeri nagyon, vagy nem részletesen az ő munkásságát, akkor talán így is van a lexikonokban, hogy szobrász, Power Gyula, szobrászművész, ízlettervező, jelmeztervező és szobrászművész. Inkább, hogy nem ilyet, pont azért mentem oda, mert nem ijedtem meg. Tehát volt bennem ilyen béna egy kicsit van, tehát farigcsáltam én, jutottam ott ezt, azt, amazt. Megcsináltam fa és metszeteket is, tehát bennem van ez a dolog, valamennyire biztos. Tehát nem, sőt, inkább vártam is, hogy oda kerülök, és akkor megtanulok olyan technikákat, vagy részt vehetek olyan szobrok elkészítésében, amikre amúgy nem nyílt volna módom, tehát hogy akkor lehet, hogy önthetünk gipszet, bronz, nem tudom, ami. Éppen nem nyílt ilyenekre lehetőség, de egyéb dolgokra igen. Tehát így. Köszönöm.